De az ETL mérkőzés után a sajtótájékoztatón köszöntöm a megjelenteket, a hazaiak vezetőedzőjét, Berényi Sándort kérem meg, hogy foglalja össze a mérkőzést. Hát, először is a csapatomnak, és köszönjük a nézők biztatását, itt a végére azért elég jó kis hangulatot, hál' Istennek. Nagyon fontos volt nekünk ez a mérkőzés. Azt gondolom, hogy sikerült egy kicsit megzavarni az elején a vendégeket, és már üres dobásokat hibáztak, úgy érzem, az elején, de működött a védekezésünk. És a kulcs az volt, hogy sokkal jobban harcoltunk a csapatunkért, mint a legutóbbi időben. És hiába nyert a végül a legutóbbi csatát az Egerszeg, és azért szerzett elég sok második esélyt, de a harcosak voltunk, és ez volt a kulcs. Ebből újra azt a régen látott eredményes tranzíciós, vagy hát inkább gyorsításos játékot tudtuk játszani. Ebből sokszor voltunk eredményesek, de azt gondolom, hogy felállt védelmen is szépen osztották meg a labdát egymás között a srácok, úgyhogy kap a műzésítmény előtt. Ez lesz az alap. Köszönöm szépen, és gratulálok. Bence Tamás, a vendégek vezetőedzőjéhez fordulok. Ugye sokáig döntetlen közeli volt a mérkőzés, mégis a harmadik, negyedik, negyed fordulóján a Deac ritmus tudott váltani, és így megnyerte a mérkőzést. Mennyire fájhat majd ez a vereség a középházban? De azt is gratulálok az ellenfélnek, mert azt hiszem, hogy megérdemelten győzött. Az egész meccset tekintve abszolút. Visszajöttünk, az elején kaptunk egy sokat, ami hát a kollégám is mondta, igazából ősérleteink voltak, viszont a tranzíciós védekezésünk nem működött egyáltalán. Nem állítottuk be, nem használtuk a falokat, tehát az elején nem valamilyen támasok voltunk. Erre még se lett igazából mentség, hogy messze lakunk, hiszen felmögöttünk. Ezek a dolgok sajnos felvelőlek, és ma az elején ebben nem voltunk erősek. Aztán visszajöttünk, szerintem jól küzdöttünk, viszont ott azokban a kulcs pozíciókban, amikor regál körül jelentményre visszajöttünk, akkor mindig volt egy-két olyan támadásunk, ahol kellett volna egy passz, és nem volt meg. Illetve a védekezésben volt egy olyan rövid zárat, ami megint hátrányba kerültünk, 5-6 pontos hátrányba, 8-6 pontos hátrányba. Aztán megkezdhetünk nagyjából mindezt előre. Hiába szedtünk több támadó lepattanót, a labdákat adtunk el támadásba, a gyorsításba, vagy nem sértett. Tehát mint a nagyjából az iskolásra voltunk. Néha szedtünk egy labdába, egy lepattanót, és az első pasztát, és egy lepattunk be, jó persze. Úgyhogy nagyon sok ilyen tényleg volt, 3-4 ilyen szituáció, amikor létszámfelényünk volt, és egyébként visszakaptuk. És itt azért nehéz, tehát mindig saját magunkat is hoztuk meg kellene a helyzetbe, de nyilván ez dicséri az ellenfelet, mert érted egy felelősséget. Úgyhogy nekünk a fáj, nyilván minden győzelem nagyon fontos, és egy-egy győzelem, mint ahogy már az alapszakot is megmutatta, szinte mindent el tud dönteni, úgyhogy nagyon hiányzik. Most azért párban vagyunk, úgyhogy ott kell jól teljesítenünk, nyilván ennek a mesnek a tanulságait, mert azért volt belőle bőven. Le kell vonulni, és építkeznünk kell vele. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a folytatáshoz. Goran Martinic a hazaiak irányítója. Mai mérkőzésen bár nem volt annyira eredményes, mint a legtöbbször, de mégis az ő vezérletével sikerült megnyerni a mérkőzést. Nagyon fontos kulcs szituációban dobott pontokat. Hogyan látta a mérkőzést? So you didn't have too much points, but you still remain the leader of your team today. What are your thoughts about this game? Defense, very good defense in third quarter, doesn't matter.
sokkal jobb volt, mint az elmúlt mérkőzés van a védekező statisztikái. Ezt ugye a lekattanókra is említette, illetve az eladottatákra is. Az a fontos, hogy most előre tudjanak nézni a következő mérkőzésekre, és jól vagyok az akadályokat. Még említette egy kicsit, hogy Jamalnak volt egy kisebb problémája a mérkőzés előtt, fél napon foka sérüléssel szemben, de jól tudott játszani ma. Ettől függetlenül remény, hogy az a legfontosabb számukra, hogy elkerüljék most azt az utolsó két helyet. Nem, köszönöm szépen. Benke Szilárdhoz fordulok, a vendégek játékosához. Időnként nagyon fizikális mérkőzés volt, amit gyakran a saját bőrödön is tapasztaltál. Mi volt mégis az oka, hogy az utolsó negyedben nem tudtátok megfordítani a mérkőzést? Igen, a fizikális mérkőzést játszottunk a Debrecennel, és gratulálok, hogy megérdemelten nyertek, és minden és arra igazából mérkőzés volt. Hát a Tamás elmondta igazából, hogy nagyon sok jogosat nem tudott mondani, a kontratámadásaikkal leindítottak minket, nagyon sok jogosat kaptunk ebből. És az elején is egy kicsit beleadtunk a mérkőzésbe, de megvoltak a helyzeteink, ezeket kihagytuk, de abból is meg igazából vissza tudtunk jönni, de a meccs további felében nem tudtuk igazából kontrollálni a játékot. Köszönöm szépen, és neked is sok sikert kívánok, köszönöm szépen. Köszönöm.